Mihály Plomodial a művészetkritikus megfogalmazásában, Joan Atanasiu de la Mare műveiben a valóság és ennek szabad értelmezése az egyszerű grafika révén az egybeolvadásig egymásra tevődnek. Abban, amit látunk, az időt szándékosan felfüggesztették, s a világot, amely a vonal győzelme és exaltáció révén létrejött, kizárólag a vizuális jelzővel lehet illetni. Távolról nem sokat mondanak a képei, ahogy az ember közelebb megy, egyre közelebb, akkor egy szétnyílik egy ilyen mikrokoszmosz, ami megint szétnyílik. Hát van egy alapmotívum, egy alaphelyzet mindig, de az inkább kompozicionális, hogy, de azon belül mindig talál új motívumokat, ami mondom, nagyon nehéz is ezt úgy hosszú távon vinni, nagyon nagy szellemi frissességgel, meg nagyon nagy, főleg Joan Atanasiunál, főleg ez a nagyon-nagyon finom humor, és ez a nagyon-nagyon az egész beszéde meg mindegy átszőtt humorral. A kiállított alkotások érdekes szerkezetében és színvilágában a valóságos és képzeletbeli dolgok ábrázolása egy sajátos jelrendszer mentén alakulnak. Ezek a dolgok belülről jönnek. Van eset, tudomásul veszem, hogy a körülvevő világ megérint, és a tudatalattimban azt őrzöm meg pontosan, amit ebből a lelkem megért. Valójában ez egy menekvés is a külvilágból, ami valljuk be, gyakran az ellenségünké válik. Egyetlen menekvést, egyetlen szigetet az jelenti, ha kifejezheted magad képekben, jelekben. A nézőknek, látogatóknak tájékozódniuk kell a művészt illetően, és meg kell próbálniuk megérteni őt, mert nekik készülnek a munkák, nem magának készíti a művész. Ugyanakkor ezek az alkotások üzenetek is a nézők felé, a művésztől.